Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ez itt heti programajánlónk, ahol mindig izgalmas, tartalmas eseményeket igyekszem figyelmükbe ajánlani. Ez alkalommal is Terézvárosban, Budapest más pontjain, illetve vidéki helyszíneken is kalandozunk. Érdemes lesz tehát ma is velem tartani. Mérő László tudományos stand-upja a Magnetházban. Miért olyan nagyhatalmú a globális tőke? Veszélyes a globalizáció? A gyengébbnek ki kell halnia, vagy van számára más út is? Az élőlény fehérjékből felépülő komplex szervezet. Hogyan lehet akkor élő a pénz? Ugyanúgy, ahogyan a gének, amelyek önmagukban nem élők, mégis meghatározzák, miképpen szerveződjenek a fehérjék élő szervezetekké. A pénznek, pontosabban a tőkének ugyanolyan formában van köze az élethez, mint a géneknek, mivel gazdasági élőlényeket, azaz vállalkozásokat hoz létre. A gén a biológiai élet elképesztően sokféle variációját, a tőke pedig elképesztően sokféle gazdasági vállalkozást képes létrehozni. Mérő László gazdaságról szóló elméleteit bővebben és könnyebb formában ismerhetik meg a Magnetházban különleges előadás keretében november 13-án szerdán este 7 órási kezdéssel. A diktológiai előadás a Hova tovább kikötőben. A Hova tovább szabad egyetemen olyan témákkal foglalkoznak, amelyek hozzásegítenek a testi, lelki és szellemi egészség megteremtéséhez, és megőrzéséhez. Nem kifejezetten az elméleti előadásokra helyezik a hangsúlyt, hanem a gyakorlatban használható módszereket és technikákat szeretnék bemutatni. Az egyes előadásokra meghívott vendégelőadókat kérnek fel. Az előadások kis csoportosak, így lehetőség nyílik beszélgetésre, és a témától függően gyakorlati foglalkozásra is. November 14-én este a vendég Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns felépülő függő szenvedélybeteg segítő lesz, akivel a személyes és szakmai tapasztalatairól beszélgetnek a Hova tovább szabad egyetemen. Egy mély és őszinte beszélgetés egy valóban hiteles emberrel, akinek sikerült kikerülni a drog legsúlyosabb rabságából, hogy onnan visszatérve segíthessen másoknak is kiutat találni a függőségek labirintusából. November 14-én csütörtökön, este 6:30-kor érdekes program lesz tehát a Szív utca 33 szám alatt. Szeretettel várják Önöket is! Kamara Zenei Fesztivál a Zeneakadémián. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Zeneakadémia Kamara Zenei Fesztiválját, ami ez alkalommal 5 napos lesz. Simon Izabella, Várjon Dénes és zenész barátaik idén Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényét állítják középpontba, amely az emberi lélek legizgalmasabb és mindenkiben ott lapuló kérdéseivel foglalkozik. A vonaton még nem volt semmi baj, kezdi regényét Szerb Antal. Egyetlen mondat mégis ott van benne a mű számos kulcsmotívuma. Utazás, nosztalgia, vágyódás, változás, elmúlás és krízis, de még a halál gondolata is. Kiváló alapanyag egy klasszikus zenei fesztiválhoz. Simon Izabella és Várjon Dénes is így látta. Mihály különös története köré szervezték az idei kamara.hu műsorát. A kamara.hu nyitó koncertjén 4 nemzetiség, 4 szerzőinek művei szólalnak meg. A földrajzilag egymástól oly távol lévő komponistákat azonban összeköti egy láthatatlan szál, az Utas és Holdvilág. Az Utas és Holdvilág az ezt követő napokban újabb és újabb megvilágításba kerül, igényes, komoly zenei tálalásban november 14-e és 17-e között. Pál Ferenc atya az Ötvös Tízben. Az egyik oldalon van az elköteleződés, az érzelmi összetartozás, a hűség. A másik oldalon mindeközben ott van bennünk a vágy a kalandra, a felfedezésre, a tűzre. Hogyan lehetséges a kettő együtt? Erre a kérdésre keresi a választ Feri atya, aki római katolikus papként és mentálhigiénés szakemberként garanciát jelent az érdekes és hiteles témafeldolgozásra. November 15-én este 19:30-kor az előadás sok eseménysorozat következő előadásának témája tehát a szenvedély fenntartása és a kiégés elkerülése. Pál Dénes est a Hadszín Teátrumban. Pál Dénes estje különleges kikapcsolódásra ad lehetőséget azok számára, akik szívesen vesznek részt egy izgalmas időutazáson. Az énekes csokorba szedte és újra gondolta azokat a dalokat, amelyek élete és pályája során fontossá váltak számára. Zenekarával új, lendületes és fiatalos hangzást adtak az örökérvényű slágereknek, élvezhetővé téve azokat minden korosztály számára. A koncert programjában helyet kapnak a legnagyobb magyar
magyar előadók, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa és sok más legendás énekes dalai emlékekkel, sztorikkal fűszerezve, olyan formában, ahogyan azt csak Dénestől hallhatja a közönség. Egy különleges este a 6. kerületi legújabb közösségi térben, a Hadszín Teátrumban. Nívós zenei élményre hívnak tehát mindenkit november 17-én vasárnap este 7 órakor. Fröccs Tari Anna Máriával az Improklubban. A Fröccs című előadásban a Momentán társulat mindennapi élethelyzetekre improvizál. A téma mindig más, de a módszer közös. Jellegzetes szituációkat, életszerű jeleneteket játszanak, jól ismert problémák kapcsán. Mindig az adott közönség ötletei alapján. Mit, mennyit és miért érdemes áldoznunk egy párkapcsolatban? Egy kapcsolat elején könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy másnak jobbnak, kedvesebbnek, rugalmasabbnak, lazábbnak, pontosabbnak, stb. Mutatjuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Ezáltal kitolódnak a határaink, nem képviseljük a saját érdekeinket. Olyanok vagyunk, amilyennek a másik szemében látni szeretnénk magunkat. Mit tegyünk, ha túlságosan önfeláldozóak voltunk, de változtatnánk? És ha mi zsákmányoltuk ki, akár akaratlanul a másikat? Tari Anna Máriával ezekre a kérdésekre keresik a választ a Momentán társulat tagjai. Az est keretében improvizált jelenetekben mutatják meg konfliktusos, rosszul elsült vagy éppen vicces párkapcsolati helyzeteket. Bemutatnak alternatív viselkedési formákat, végigjárják egy-egy helyzet különböző lehetséges kimeneteleit. Követhetik mindennapi hősök útját a jövőbe, vagy éppen visszamehetnek a múltba, hogy felderítsék, mi az oka ismétlődő konfliktusainknak, hol gyökereznek rosszul működő viselkedési mintáink. Az improszínházi eszközök és a közönség ötletei, tapasztalatai minden este új darabot írnak. A cél mindig ugyanaz. Humorral, nyitottsággal és empátiával nézni rá a problémákra. A novemberi Fröccs Tari Anna Máriával november 17-én vasárnap lesz, este 7 órási kezdéssel. Nemzetiségi kavalkád az 5-ös 10-ben. Ahogy minden évben idén is megrendezik a nemzetiségi önkormányzatok színes, szagos, fergeteges programját az 5-ös 10-ben. November 21-én csütörtökön este 6 órakor megnyitja tehát kapuit ez az igazi összművészeti családi program, ahol kicsik és nagyok kedvükre szórakozhatnak, különböző profi, amatőr művészek bevonásával, folkloresemények, jazzkoncertek, sőt még finomságok kóstolója is várja majd önöket. Érdemes lesz tehát most is az 5-ös 10-zel tartani. Még egyszer, tehát november 21-én este 6 órakor kezdődik a nemzetiségi kavalkád, ami ez alkalommal is ingyenes. Engedjék meg, hogy a fővárosban most két izgalmas programot ajánljak még a figyelmükbe. Az egyik egy színházi premier, egy jótékonysági esemény, a másik pedig a Dizájn jegyében egy különleges rendezvény. Dóka Attila Mozdulj est a Betlen Színházban. November 15-én Dóka Attila és a Mozdulj Közhasznú Egyesület egy olyan produkciót mutat be, amelyben a szervezet fogyatékossággal élő művészei is reflektorfénybe kerülnek, hogy a darab során kibontakozó történetet tánccal, versekkel és közös zenéléssel árnyalják. Az este során felcsendülnek a legjobb Dóka Attila dalok, és kiderül az is, hogyan lépett be a dalait fáradhatatlanul író szerző egy olyan világba, amely eddig rejtve maradt a szemei elől. Különleges, integrált színházi élményben lehet része azoknak, akik a 7. kerületi Betlen Színházba látogatnak november 15-én pénteken, este 7 órakor. Vemp Design vására Bálnában. Novemberben is a Bálna Budapest izgalmas épületében várja Magyarország legnagyobb dizájnvására mindazokat, akik nem elégszenek meg a Fast Fashion által kínált, gyorsan elérhető tömegtermékekkel, hanem a termékek egyedisége és magas minősége mellett fontos számukra a vásárlás élménye is a tervezőkkel való személyes találkozáson keresztül. Novemberben már kezdődik a hangolódás az adventi időszakra, így a november 17 hetedikei vásár jó alkalom lesz az ötletek begyűjtésére, hogy decemberben ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni. A hónap tervezője novemberben a Müskin. Budapest népszerű divatvására november 17-én reggel 10 órakor nyitja meg kapuit. A belépés ingyenes. Ha Márton nap és liba, akkor mit szólnának hozzá, hogyha lemennénk a Balaton partjára, hiszen ez a táj nem csak nyáron szép. Nézzük, mit tartogat Siófok a liba jegyében.
Siófoki libadalom. A tavaly debütált fesztivál az idei évben sem maradhat ki a rendezvények sorából, hiszen a Balaton minden évszakban érdemes a látogatásra. A háromnapos eseményen a finom italok és igazi liba remekek elfogyasztása mellett naponta több igényes szórakoztató programmal is várnak mindenkit. A család minden tagja megtalálja a számára vonzó színpadi produkciót, amelyek között sztárfellépőket is találunk, mint Kovács Áron, Odett vagy Charlie. A libadalom november 15-e és 17-e között a Siófoki főtéren várja az érdeklődőket. A programok 1-től 1-ig ingyenesek és kutyabarátok. Ez volt heti programajánlónk, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az info@6oscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet és sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!